Ha térek vissza még arra, hogy miközben szétpörgöd magadat, mégis van ez a fajta megfelelési vágy. Figyeltelek a próbákon, iszonyú koncentrált voltál, figyeltelek ezen a mai napi sztorin keresztül is, hogy, hogy állandóan a munkára koncentrálsz, közben iszonyú helyes voltál a gyerekkel, mert nagyon tudtál rá figyelni, minden rezdülésére a gyereknek reagáltál, hogy olyan, mintha ez a megfelelési kényszer valahogy mindig benned lenne, és azon gondolkodom, hogy ez a magadnak adott pofonok miatt van, vagy még az édesapád nevelési emlékei vannak benned. Mi lehet ez, András? Én azt gondolom, hogy ez apunak a hatása. Tehát nekem egy csodálatos édesapám volt. Tényleg egy elképesztő fickó volt, nagyon jó humorú, nagysvádájú, nagyon, nagyon tudott élni, de rendkívül okos volt. Nem emlékszem arra, hogy tudtam olyat kérdezni, amire nem tudott volna válaszolni. És ez sokszor zavar, amikor a fiam kérdez valamit is, és azt kell mondjam, hogy nem tudom, de akkor azt mondom, hogy majd utána. Mondd azt, hogy ezt is se tud semmit válaszolni a gyerekeinek. És valahogy nekem az apám felé állandóan volt egy megfelelési kényszerem. Én úgy éreztem, hogy soha nem éreztem azt, vagy attól tartottam, hogy nem vagyok elég jó neki. Ami nem volt igaz. Csak ő nehezen fejezte ki felém ezeket a dolgokat, vagy amikor meg volt elégedve, akkor annyit mondott, hogy jól van. Tehát ez mintha természetes lett volna, hogyha mondjuk én olyan dolgot tudok megcsinálni, amit más nem. De hogy mondjam, ez nem volt nála tudatos, ő egy ilyen típusú ember volt. Csak valószínűleg én egy érzékenyebb fiú voltam, akire ő nem is gondolta, hogy milyen hatással van rá. De a megfelelési kényszer nem abból is fakadhat, hogy hát hiszen annyi gyermeked van, annyi kapcsolatod volt, mindenkire vigyáznod kell, mindenkire pénzt is kell keresni, el is kell tartani a családot. Nem az van, hogy magadra raktál egy csomó olyan iszonyatos nehézséget, olyan feladatot, olyan mennyiségű elvárást, amitől ez állandóan benned van? Nem, én nem érzem, hogy ez teher lenne. Nem? Nem. Én akkor is ennyi dolgoznék, hogyha egy gyerekem lenne szerintem. Nem tudom, hogy jó hír vagy rossz hír. Én imádom dolgozni. Én imádom azt, hogyha sikerül valami. Szerencsém van abból a szempontból, hogy olyan dolgot tehetek, vagy olyan dologban tevékenykedhetek, amiben általában sikerélményem van. Vagy legalábbis aki mondja, az azt mondja, hogy jó. Aki nem mondja, az azt gondolhatja, hogy nem jó, de akkor arról én nem tudok. Igen. Tehát nekem állandóan van egy sikerélményem, és ez a sikerélmény hajt újra és újra előre. Nem feltétlen az, hogy el kell tartanom a gyerekeimet, az egy szerencsés hozadéka a dolognak, hogy ezzel jelen pillanatban nincs probléma, és remélem, hogy nem is lesz.